Meleg szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet. Nyissuk meg Bibliánkat a Máté evangéliuma 9. fejezeténél, és olvassuk az ígét Máté evangéliuma 9. fejezetéből, a 35. verstől a 38. versig. És körüljárja vala Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban és hirdetvén az Isten országának evangéliumát és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között. Mikor pedig látta vala sokaságot, könyörületességre indul a rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mondta az ő tanítványainak, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Eddig az ige. Azt látjuk, testvérem, az ige alapján, hogy mi volt a mi Urunk Jézus Krisztusnak a munkamódszere. Emberek között elvegyült, emberek közé ment. Személyesen kereste föl az embereket. Megismerte problémáikat, helyzetüket, körülményben, amiben éltek, elbeszélgetett az emberekkel, és amiképpen látjuk, hogy nagyon szorgalmasan járta a városokat, járta a falvakat, és valóban egyrészt tanította, hogy olvastuk, másrészt pedig segített az embereken, akiket meg kellett gyógyítani azokat, bátran mondhatjuk az ige alapján, hogy meggyógyította kivétel nélkül minden embert, aki hozzá fordult, hozzá folyamodott. Elment a zsinagógákba és hirdette, ahogy olvassuk később Lukács evangéliumában, az Úrnak kedves esztendejét. Azt is látjuk, hogy milyen helyzetben volt akkor Izrael, a nép. Nagyon nagy nyomorúságban voltak, és nagyon sok problémák voltak az emberek között, mondhatni úgy, mint napjainkban. Nagyon sok a beteg, és tele van a híradási eszköz rémítő hírekkel, erőszakossággal, tüntetésekkel, háborúkkal, háborús hírekkel, és szinte nem is kell erről a helyről szólni, hogy mi mindent hallhatunk, mert ha kinyitjuk a rádió, tévét, akkor annak a híreit halljuk, amilyen beszámolók vannak, hogy mik történnek a gonoszság tombolása következtében a világban. Jézus munkamódszere más volt, mint a korabelieké. Ha Jézus megelőzően keresztül János munkáját tekintsük, az ő tevékenységét, akkor keresztül János kiment a pusztába. Úgy olvassuk, és oda várta az embereket. És ott keresztelt keresztül János, ahol volt sok víz, például a Jordán folyóban. Jézus, amiképpen említettük, és az igében látjuk, olvastuk, elvegyült az emberek között. Nem várta meg, hogy hozzá menjenek az emberek. Bár jó lehet, hogy amikor egyik helyről ment a másik helyre, olvassuk azt, hogy milyen tapasztalatai voltak. Volt olyan eset, hogy hát valaki nem tudott a tömeg szorítása miatt hozzámenni közvetlenül, vagy feltárni kéréseit, panaszát, hanem megelégedett azzal, hogy a ruhája szegélyét érintse. Mivel hittel érintette meg, tudjuk, hogy meg is gyógyult. Azt olvassuk, Jézus mindenféle betegséget ismert, mindenféle erőtelenséget ismert. Mi a betegség? A betegség testi, az erőtelenség pedig lelki természetű. Úgy olvassuk az ígében, hogy Jézus könyörületességre indult, ha majd lássuk egy
későbbi ige szakaszban, és Jézus tudott segíteni, hogy említettük is már az embereken. El voltak halva, el voltak gyötörve, szét voltak szóródva, ahogy fogalmaz az ige. És ez valóban feltételezte azt, hogy Jézus elvégezheti az ő szolgálatát, amiért jött erre a földre. Mint pásztor nélkül való juhok, úgy fogalmaz az ige, ilyen volt abban az időben az emberek helyzete, az emberek sorsa. Ma hogy van? Hát ma is hasonlóan van, testvéreim. Ma is nagyon sok a beteg ember, nagyon sok a panaszkodó ember, bizonytalan a jövő iránt, reménytelen ember, kiúttalanságot lát, elhagyja az országot, különösképpen a fiatalság is nyugaton próbál kibontakozni, jobb sorsot elérni. És valahogyan sokak számára talán érthetetlen is ez az állapot, ez a helyzet, hogy az emberek mennek, és szerencsét próbálnak. Tele van, ahogy mondottuk, a mai emberiség reménytelenséggel, és igenis szükség van arra, hogy Jézus evangéliumát meghallják, megértsék, döntsenek Jézus mellett, és vajha sokan lennének, akik valóban őszintén igen mondanának a krisztusi hívásra, és követnék a mi Urunkat, a mi Istenünket. Szétszórodottság. Mit értünk ez alatt? Máté evangéliumában a 24. fejezetben olvassuk azt, hogy hamis krisztusok, hamis proféták támadnak. Tehát olyan emberek, akik nem a tiszta evangéliumot hirdetik, nem az isteni igazságot hirdetik. Maga az Úr mondja, hogy lesznek olyan emberek, akik majd appellálnak arra, hogy nem-e, milyen nagy dolgot hirdettünk mi. Betegeket gyógyítottunk, és hát nem ismersz bennünket? Jézus azt mondja, bizony nem ismerlek benneteket. Távozatok én tőlem. Tragikus szavak ezek, de kétségtelen, hogy szembe kell nézni azzal, hogy nem mindenki igazán, tisztán hirdeti az evangéliumot. Sok gondok, problémák lesznek, meg vannak is már Jézus eljövetele előtt időben, éppen abban az időben, amelyet mi most élünk. És amikor leírja az ige, hogy Jézus végezte a munkáját, valahogy a tapasztalatát összegezi, igaz? Amiképpen látjuk itt a 37. 38. versben, hogy már ezt a tanítványoknak mondja, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Hát a tanítványoknak mindig az a szerepük, hogy Krisztus munkásai legyenek. Jézus maga hívta el, ma is hívja el az ő tanítványait, és mi azt kell, hogy lássuk, hogy igenis a gabona tábla megérett az aratásra. Van aratni való. És ha azt mondjuk, hogy hát nagyon nehéz hirdetni az igét, kevesen fogadják el a bizonyságtevő szavakat, hát mégis van aratni való. Mégsem úgy van, hogy mi lássuk. Mert ha az ige azt mondja, igenis, itt van az aratásnak az ideje, akkor itt van. Mi nem tettünk mást, de bátran, határozottan kell tenni a bizonyság tételt Jézusról. Többi nem a mi dolgunk. Isten szent lelke tevékenykedik, és ezt hinni kell, hogy tevékenykedik és elvégzi a maga munkáját. Tudjuk azt, hogy a világ egészében soha nem fog megtérni, soha nem tér
oda Istenhez, nem fordul Istenhez, nem követi az isteni igazságot. De mégis hirdetni kell, mert ez az elhívott munkásoknak a feladatuk, szerepük. Kérjétek az aratásnak az Urát. Ő akar aratni, testvéreim. De talán abban hibázunk, hogy mi akarunk aratni. Az aratás nem a mi dolgunk. A bizonyság tés, ahogy mondottam, az a mi dolgunk. Aratni engedjük meg, hogy Jézus arasson. És higgyük el, hogy ő arat. Őneki van ereje, van hatalma arra, hogy elvégezze ezt a felelősségteljes munkát. Lapozunk a János evangéliuma 7. fejezetéhez, és a 45. verstől olvassuk az ígét. János evangéliuma 7. fejezetéhez lapozzunk, és a 45. verstől a következőket olvashatjuk. Elmennének azért a szolgák a főpapokhoz és a farizeusokhoz, és mondának azok ő nékik, miért nem hoztátok el őt? Felelnének a szolgák, soha ember úgy, mint. Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. Felelnének azért nékik a farizeusok, vajon ti is el vagytok én hitetve? Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitté benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Mondanékik Nikodémus, aki éjjel ment vala ő hozzá, aki egyvala azok közül. Vajon, ami törvényünk, károsztatja-e az embert, ha előbb ki nem hallgatja, és nem tudja, hogy mit cselekszik? Felelnének és mondának néki, vajon te is Galileus vagy-e? Tudakozódjál, és lásd meg, hogy Galileából nem támad próféta. Nagyon érdekes történet. Krisztusnak mindig harca, küzdelme volt farizeusokkal, zsidó főemberekkel. Féltékenyek voltak rá, és nem is fogadták el őt, úgy, mint Isten fiát, mint aki a menny küldöttje, mint aki a megváltó. És arról olvasunk, hogy vannak olyanok, akik a főpapoknak, mint szolgái, azzal voltak megbízva, hogy terhelő vallomást szerezzenek Jézusra. Sőt, hozzátok el, fogjátok el, igaz? Miért nem hoztátok el? És mit mondtak ezek a szolgák? Azt mondták, hogy mi soha embert, úgy, amiképpen ez szólott, még mi nem hallottunk szólni. Igen. Jézus szolgálatában, bizonyságtevésében, ige hirdetésében mennyei erő volt. És el kell mondani azt, hogy lenyűgözte az embereket. Magával ragadta az ő prédikációja az embereket. És amiképpen látjuk, hogy de mindig akad jó szándékú, becsületes és tisztességes ember. A zsidó főtanácsban, a farizeusok, főemberek között is. Ki volt az az ember? Nikodémus, amiképpen olvastuk. Tudjuk, egy különleges ember volt ez, kíváncsi ember volt, egy nagyon becsületes, tisztességes vezető. Főember volt, aki Jézushoz éjjel ment. Sok mindent hallott Jézusról, személyesen akart vele beszélgetni. Éjjel találkozott vele. Lássuk azt, hogy mit jelent egy ilyen tárgyilagos szemlélet, akkor, amikor baj van, amikor valamilyen nehézség történik. Igen, amiképpen olvassuk az ígében, tárgyilagosan közelítette meg a kérdést.
Föltette a kérdést, hogy vajon mi törvényeink károsztatják az embert, ha előbb ki nem hallgatják, és nem tudja, mit cselekszik. Vádolták őtet is, igaz? Mint a szolgákat. Galileus vagy? Nem tudott-e azt, hogy Galileából semmi jó nem támadt még? Nem várhatunk onnan semmi jót? Igen, testvéreim, Jézus hatásosan tudott prédikálni. Elérte az emberi szíveket. Lenyűgözte mindig, minden egyes alkalommal a hallgatóságot. Tömegek követték. És ha hozzávitték a betegeket, bizony Jézus meg is gyógyította. Ha szólt mindenki, őt hallgatta. Ő rá figyelt. Valósággal itták az ő szavát. Lukács 4-ben pedig a következőket olvashatjuk. Lapozunk Lukács evangéliuma 4. fejezetéhez, és a 22. vers így hangzik, és mindnyájan bizonyságot tőnek felőle, és elálmélkodának kedves beszédein, amelyek szájából származtak, és mondának, avagy nem a József fia é ez. Mi a lényeg? Az, hogy Jézus beszédének és eredményének a titka az, hogy megalapították róla, hogy nem úgy beszél, mint mások. Kedves. Jó hallani, mondhatnánk így hétköznapiasan az ő beszédét. Örültek az emberi szívek, amikor Jézus hallgathatták. Elálmélkodtak az emberek. Hát mi is imádkozhatunk azért, testvéreim, hogy a mi bizonyságtevő szavaink, vagy ha emberekkel beszélünk, és az evangéliumról beszélünk, Jézusról beszélünk, akkor bizony megállapítsák azt, hogy kedves beszédűek vagyunk. Ez nagyon fontos, mert akkor az emberek ürülnek annak, hogy na hát, egy ilyen emberrel elbeszélgetni, valóban az ember felüdül. Amikor Jézus hallgatták, az emberek felüdültek, puszta a beszédét hallva. Nem beszélve persze arról, hogy Jézus meg tudta gyógyítani, hogy mondottuk már, a betegségben lévőket, mindenhol, ahol megjelent. Ő nem arról beszélt, hogy kinek milyen hiányosságai vannak, milyen hibái vannak, milyen mulasztásokat követett el, milyen bűnei vannak, mennyire korrupt. Ő ilyesmiről nem beszélt soha. Ő mindig az Isten beszédét hirdette. Mindig Isten kegyelméről szólt, mindig Isten irgalmasságát tudta meghirdetni, és nyilván cselekedte is ezt, ami szerető megváltunk. Könyörületességre indult, ahogy olvastuk. Mit jelent az, hogy Jézus könyörületességre indult? Azt jelenti, hogy a nép ügyét, szenvedését a maga szenvedésének látta. Együtt tudott érezni, sőt, azonosulni a néppel. Krisztus példája, testvéreim, ma is példa. Valahogy mi nekünk is át kell venni, és rá kell érezni a másik ember problémájára, szenvedésére, betegségére, ha hordozza azt a betegséget, ahogy hordozza, reménytelen helyzetre. Vagy amikor azt látja, hogy szinte nincs tovább már, mert nem tudja, mit kellene tenni. Igenis, ki kell fejezni embertársaink iránt az együttérzést. Jézus, ahogy mondottuk, elvegyült a nép között, és igenis jól látta azt, hogy mi a helyzet, mi a probléma. Az emberek el vannak gyötörve, szétszorva, hogy olvastuk meg, beszéltünk is erről, mint a pásztor nélkül való juhok.
És ez bizonyítja, hogy van aratásra lehetőség. Mert ilyenek az emberek. Sok-sok az aratni való. És kell a munkás. Aki felvállalja a munkás szerepét, az munkába kell, hogy lépjen. Mi az első tennivaló? Hát amit maga az Úr Jézus Krisztus is gyakorolt. Az imádság. Nem csak azt láthatjuk, testvérem, hogy milyen sok az aratnivaló, hanem azt is, amiről oly sokat beszéltünk már, hogy hát nagyon sok a nyomorúság, nagyon sok a betegség, nagyon nagy az istentelenség, nagyon nagy a gonoszság. Ezt is lehet látni. De ehhez nem kell mennyei látás. Ezt minden szem láthatja. Benne élünk a társadalomban, lássuk a társadalom problémáit, hibáit, de mennyei látásra van szükség, hogy mi reménységet tudjunk az embereknek nyújtani. Abban a hitben, hogy egyedül csak ki segíthet. Hát Isten, senki más. Igazi segítőnk, igazi barátunk, ki? Hát aki azt mondta, hogy ti az én barátaim vagytok, az Úr Jézus Krisztus. Ő azonosulni tudott velünk teljes mértékben, sőt, magára vett a mi bűneinket, és helyettünk szenvedett, és helyettünk fizette le a bűnnek a büntetését, mert ez hirdeti a Golgota keresztje. Isten irgalmas, szeret, kegyelmes, meg akar bocsájtani, magához akar ölelni, és azt akarja, hogy követői legyünk, elnyerjük az üdvösséget. És ha azt látjuk, testvérem, hogy nem tudunk lelkeket menteni, hát akkor valószínűleg nem is tudunk. És ahogy mondottuk, gondoljunk arra is, hogy Isten akar aratni. Mert ez az ő ügye elsősorban. Mert Isten nagy árat fizetett az emberért, az emberiségért, e világért, mert Jézus meghalt. És ez jelenti azt, hogy igenis, Isten mennyire szereti az embert. Golgota keresztje ad választ arra, hogy Isten mennyire aggódik az emberiségért, az emberi sorsokért. A következő fejezet első verse Máté 10-ben így hangzik, és előszólítván 12 tanítványát hatalmat ad a nékik, a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget, és minden erőtelenséget. Gyönyörű gondolat. De Jézus ezt meg is cselekedte. Ha olvassuk tovább a Bibliát, az apostolok cselekedeteit, éppen arról van benne szó, hogy mit tettek az apostolok. Milyen csodákat vittek véghez. Hogy szóról szóra igaz, amit írva van. Hatalmat akar Isten adni az övéinek. Ahogy abban az időben, kereszténység kezdeti korszakában, az első században hatalmat tudott adni, ma is tud, nyilván, egyértelmű. Bátran kell állítani. De vagyunk mi egy olyan lelki magaslaton? Föltehetjük a kérdést, hogy Isten hatalmat tudjon adni, ahogy látjuk a tisztátalan lelkek felett. Hogy gyógyítani tudjunk minden betegséget, minden erőtelenséget. Ahogy mondottuk, a betegség az testi, az erőtelenség pedig lelki természetű. Mondhatnánk azt, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy testileg gyógyítsunk. Talán nem is annyira ez a feladatunk, higgyük el, azért vannak az orvosok, hogy végezzék ezt a feladatot, ezt a munkát. De a mi feladatunk kisebb, egyáltalában nem.
Mert az emberi lelket is gyógyítani kell. És itt van az erőtelenségnek a szerepe. És a mi feladatunk az, hogy az erőtelenséget gyógyítsuk. De mivel? Nem emberi szóval, hanem az igével. Az ige gyógyíthat csak meg embereket, semmi más, senki. El kell hinni azt, hogy Isten igenis ad nekünk. Azért, hogy eredményes munkások legyünk, és legyen ő az arató. Mert aratni való. És ő aratni akar. De meghív bennünket ebbe a nagyszerű, dicsőséges, szent munkába. Minden egyes gyermekét. Adott talentumot nekünk arra, hogy valóban a lelki vonatkozásban a gyógyítás munkáját elvégezzük. És ez azt jelenti, hogy Isten értékeli az embert. Értékeli azt, aki felvállalja a munkát, értékeli azt, akiért küldetett a munkás. Mert ő mindenkit szeret, és minden emberrel az a célja, hogy megmeneküljön. És olvassuk azt is, hogy az igazság ismeretére eljusson. És azt is tudjuk, hogy mi az igazság, vagy ki az igazság. Az igazság ki, igaz? Mert személy. Nem csak jogi kérdés az igazság, hanem igenis az igazság maga Jézus Krisztus. Ő az igazság. Mert ő maga mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát azt látjuk, hogy minden. Minden ő. Ebből a mindenségből meríthetünk, és kell is nekünk meríteni. Mert tanítványok vagyunk, és higgyük el, hogy azok vagyunk. És nekünk hatalmat akar adni. Kérjük az aratást, a Urát, hogy adjon hatalmat? Hát kérjük. Kérjük. Adjon hatalmat a tevékenységre, az eredményes munkára, hogy akivel beszélünk, akinek bizonyságot teszünk, az igen mondjon Krisztus hívására. Felismerje a krisztusi hívást. Adja meg az Úr testvéreim, hogy mi lássuk azt, hogy igenis az emberek ige hirdetésre vágynak. Még ha talán ők ki sem mondják, vagy talán még ellenséges a magatartás, vagy bizonytalanok, akkor is igenis az ige hirdetésnek van szerepe. A Krisztusra való beszédnek van jelentősége, van üzenete, és az mindig fontos. Maga Pál apostol mondja. Állj elő vele, alkalmas és alkalmatlan időben, fedj, buzdíts, azt a munkát végez, amit éppen végezni kell. De fel kell ismerni, hogy mi annak az embernek a szerepe, és mire van szüksége. Erre is kérni kell nekünk az aratásnak az Urát, hogy adjon bölcsességet, adjon világosságot, értelmet. Így hallgasson meg bennünket az Úr, és így áldjon meg az ő végtelen kegyelméből. Amen.